1945 után az államszocializmus korára ugrunk, amelynek első előadása Hollósi Gáboré, aki a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, aki néhány évvel ezelőtt a Pozsonyi híd fő 1945-47 közötti alakulásáról írt egy kis monográfiát, most pedig igaz, hogy digitális vagy online bejelentkezés útján tart előadást, újabb országcsonkítás a II. Világháború után, Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár 1947, tehát a párizsi béke körülményeit és az ország, trianoni ország további csökkenésének körülményeit mutatja be előadásában. Szeretettel köszöntöm Önöket a konferencián. A témám újabb országcsonkítás a II. Világháború után, Dunacsúny, Horvátjárfalu és Oroszvár. Ez a cím alatt én tulajdonképpen a Pozsonyi hídfő kiszélesítéséről fogok beszélni, mely a II. Világháború után történt. Ahhoz, hogy érthető legyen maga a téma, tisztáznunk kell mindenekelőtt a Pozsonyi hídfőnek a fogalmát. Szűkebb értelemben a Pozsonyi hídfő mindössze egyetlen települést jelent, Pozsony-liget falut, illetve jelentett, mint hogy ez a Duna jobb partján fekvő, Pozsonnyal szemben fekvő település ma már Pozsony panelházakkal beépített városrészét jelenti. Pozsony-liget falu elcsatolása közvetlenül csatlakozik a trianoni eseményekhez, hiszen ide már 1919-ben bevonult a csehszlovák hadsereg. Tágabb értelemben azonban a Pozsonyi hídfő alatt értjük a Pozsonyi hídfő peremterületeit is, amely jelenleg is három ország között oszlik meg. Tudjuk, hogy Rajka és Bezenye jelenleg is Magyarországhoz tartozik, ugyanakkor Ebesfalva, Berg és Köpcsény Ausztriához, és ugye Dunacsúny, Horvátjárfalu és Oroszvár pedig a II. Világháborút követő békeszerződés nyomán Csehszlovákiához kerül, így ez a terület ma már Szlovákia részét képezi. Fontos tudnunk, hogy a Pozsonyi hídfő a történelemben nem az 1919-es események során kerül először felszínre. Már a középkorban itt egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal húzódott. A Pozsonyi Várhegy alatt volt egy dunai átkelő, amin a Balti-tengert Itáliával összekötő kereskedelmi útvonal húzódott, csomópontja volt. A területet természetesen mindenki szerette volna ellenőrzése alatt tartani. Később, 1809-ben Napóleon is parancsot ad a Pozsonyi hídfő területének az elfoglalására. Ez vonult be a történelembe, mint első hídfőcsata címen. 1919. augusztusában csehszlovák legionáriusok vonulnak ide be, francia tiszt vezénylete alatt. Ezt tartjuk nyilván a történelemben úgy, mint II. Hídfőcsata. Tudjuk, hogy a terület iránt Hitler is érdeklődött. 1938-ban a Wehrmacht egy hadosztálya vonult be, zászlóalja vonult be ide. Hitlernek is célszerű volt ellenőrzése alá vonni ezt a Német Birodalom, a későbbi Szlovák Köztársaság és a Magyar Királyság közé ékelődő területet. És nagyon érdekes az 1945 áprilisi elmaradt hídfőcsata. A németek ugyanis komoly erődítést folytattak ebbe a térségbe, arra számítottak, hogy a szovjet főerők majd ebbe az irányba fognak a Német Birodalom ellen felvonulni. Mögül is tudjuk, hogy a szovjet főerők másfele vonultak, elfoglalták ugyan Pozsony, voltak csatározások a térségbe, e során leégett például a ligetfalui vasútállomás is, de igazából a harmadik nagy hídfőcsata elmaradt. Ezek tekinthetők a területi előzményeinek az 1947-es békeszerződés újabb rendezésének. Ha a Pozsonyi hídfő kiszélesítésének a nagy politikai előzményeit nézzük, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy Magyarország és Csehszlovákia a II. Világháborút nagyjából ugyanabból a pozícióba kezdte.
Ez azt jelenti, hogy Csehszlovákia részt vett Lengyelország lerohanásába, majd pedig Szovjetunió megtámadásában is. És emiatt Hitlertől szepességi területeket kapott területi juttatásként, ugyanúgy, ahogy Magyarország is, ugye a bécsi döntések nyomán területeket szerzett Hitler segítségével. A csehszlovák emigráns diplomácia azonban nem csak az első, hanem a második világháború alatt is lényegesen jobb volt, mint a magyar. 1940 nyarán Beneš elérte, hogy Anglia elismerje őt csehszlovák emigráns államelnökének, illetve az általa összeválogatott testületet is emigráns kormánynak. Bár ez hosszas húzavonak után történt, hiszen Anglia először vonakodott az elismeréstől, miután azonban Hitler megtámadta Franciaországot, majd ugye el is foglalja a II. Világháború eseményei során, Anglia végül is Benest elismerte Csehszlovákia államelnökének. Benesnek azonban nem ez volt a legjelentősebb diplomáciai eredménye, hanem az, hogy 1943. decemberében őt fogadták Moszkvában. Ezen a találkozón ígérik meg a szovjetek Benesnek, hogy mindazokat a területeket, amiket Magyarország Hitler segítségével annektál Csehszlovákiától, vissza kell juttatnia Csehszlovákiának, és erről a területről a magyarok és a németek is kitelepíthetők lesznek. Itt meg kell állnunk egy szóra, egész pontosan kettőre. Benesnek a nagyon jól informáltságára utal az, hogy a teheráni konferencia 1943. november-decemberében volt, ahol Stalin, Roosevelt és Churchill nem a balkáni, hanem a normandiai partraszállásban állapodtak meg. Benes tehát már tudta, hogy ez a régió szovjet érdekszférába fog kerülni. Nyilván ő már decemberben meg is jelent Moszkvában. Ugye ezzel szemben a magyar vezetés azt várta, hogy majd angol száz csapatok érkeznek a régióba. Másik nagyon fontos dolog, hogy ezen a megbeszélésen gyakorlatilag el is dőlnek a területi igények, azaz, hogy északon nagyjából a trianoni határ fog helyreállni, ehhez képest ugye kisebb-nagyobb területi módosítások még történhetnek. Ennyi előzmény után akkor valóban térjünk rá témánkra, a pozsonyi hídfő kiszélesítésére. 1946. áprilisában a csehszlovák kormány egy jegyzéket juttatott el a londoni külügyminiszter helyettesi értekezlethez, a magyar békeszerződés tervezetére nézve. Ez a jegyzék, csehszlovák jegyzék alapvetően három pontot tartalmazott. Az egyik, hogy kérik a békekonferenciát, hogy Magyarországot kötelezze arra, hogy Csehszlovákiával kössön meg egy olyan egyezményt, mely biztosítja csehszlovák részről Magyarországra 200 ezer magyarnak az egyoldalú áttelepítését. Másik dolog, amit kértek, hogy csatolják Csehszlovákiához Rajka, Bezenye, Dunacsúny, Horváth Járfal és Oroszvár településeket, arra hivatkozva, hogy Pozsony városfejlesztése csak ebbe az irányba valósítható meg, illetve hogy kellenek ezek a települések Pozsony város védelme érdekében, hogy a magyar tüzérség esetleges támadása ellen, hogy a tüzérségi hatáskörön vagy hatókörön Pozsony kívülessen. Harmadik dolog pedig, amit kértek, hogy Magyarországot tiltsák el a Szent Korona gondolattól, a revizionista eszméktől és mindenféle irredenta jelkép használatától. Az irredenta jelképekbe természetesen beleértették a magyar címert is, mint hogy az abban lévő hármas halom és kettős kereszt nyíltan Szlovákiára utal a jegyzék megfogalmazói szerint. Na most a területi igényről hivatalosan a magyar békedelegáció nem tudott, ezért a békekonferencia magyar területi és politikai bizottsága határidőt szabott a magyar delegációnak, hogy tegye meg észrevételeit. A magyar delegáció memorandumát 46. augusztus végén nyújtotta be. Ebbe gyakorlatilag négy pontba foglalta össze az érveit. Először is, hogy az téves, hogy Pozsony városfejlesztése csak Rajka irányába lenne megvalósítható, tehát szükségtelennek tartotta emiatt az ötkösség elcsatolását. Hivatkozott továbbá arra,
hogy a terület lakossága tiltakozik a Csehszlovákiához csatolás ellen. Annál inkább, mert Dunacsony horvát járfaló oroszvár lakossága, főleg horvát, illetve német, részben magyar, szlovákok viszonylag csekészámban laktak ezeken a településeken. Nagyon fontos, hogy a magyar delegáció hivatkozott arra, hogy az öt község elcsatolásával meg fog szűnni a közvetlen közúti összeköttetés Budapest és Bécs között, ami közlekedési forgalmi nehézségeket fog okozni. Ezt azért emeltem ki pirossal, mert látni fogjuk, hogy később a békekonferencia döntését éppen ez fogja meghatározni, hogy Rajka és Bezenye Magyarországon maradhat. És végül a memorandum utalt az Atlanti Karta szellemére. Tudnunk kell, hogy a magyar delegátus a Békekonferencia Magyar Területi és Politikai Bizottságának ülésein nem vehetett részt. Ő a folyosón várakozott, viszont lehetőséget adtak neki, hogy ebben a kérdésben felszólaljon. Behívták, és Sebestyén Pál mondhatott külügyminiszter helyettesként, ugye mondhatott egy rövid beszédet a főbizottságban. Ebben Sebestyén igyekezett ráirányítani a figyelmet arra, hogy ellentmondás van a csehszlovák területi követelés és a 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítése között. Sebestyén Pálnak a beszéde hatásos volt, az ausztrál delegátus már ekkor javasolta, hogy egy albizottságot kellene kiküldeni, ami ezt a magyar ügyet a pozsonyi hitfő ügyével együtt megtárgyalja. Ehhez azonban még egy kicsit várni kellett. A Magyar Területi és Politikai Bizottság ülésén 1946. szeptember elején szólalt fel Beryl Smith, amerikai tábornok, amerikai delegátus, aki kifejtette azt a nézetét, hogy ő alapjában vele szimpatikusnak tartaná a pozsonyi hitfő kiszélesítését, de mégis közlekedési okok miatt Rajka és Bezenye maradhatna Magyarországon. Egyúttal hangot adott annak a nézetének, hogy az Egyesült Államok számára elfogadhatatlan 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítése Csehszlovákiából. Természetesen a hitfő kérdésének és a magyarok kitelepítésének ügyének összekapcsolása ellen a csehszlovák delegátus, ugye Juraj Slavik nagykövet, illetve a szovjet delegátus Višinský marsal is hevesen tiltakozott. Ekkor azonban már nem lehetett elkerülni, hogy kiküldjék ausztrál javaslatra a pozsonyi hitfővel foglalkozó albizottságot, melynek kanadai lett az elnöke, tagja lett Ausztrália, Új-Zéland, Ukrajna és az Egyesült Államok tiltakozása ellenére maga az érintett Csehszlovákia is. Innentől kezdve az események két szálon folynak, ugye az albizottság ülései, illetve a főbizottság, a Magyar Területi és Politikai Bizottság ülései. Kezdjük az albizottság üléseinek történetével, hiszen ez az egyszerűbb. Ugyanis az angol száz tagok, mind a kanadai elnök, mind az ausztrál delegátus, mind Új-Zéland delegátusa az amerikai javaslat mellett sorakozott fel. Nevezetesen, hogy bőven elég Dunacsúny horvát járfa és oroszvár átadása, Rajka és Bezenye maradjon Magyarországon. Csehszlovák delegátus Vavro Hajduch így nem tudott mit tenni, mint sem beletörődött a redukált megoldásba. Itt szeptember végén az albizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással szavazta meg a 3 község Csehszlovákiához csatolását. Számunkra a tartózkodás, ami nagyon érdekes, Ausztrália követe tartózkodott, Alfred Stirling nagykövet, aki úgy gondolta, hogy a 3 községje cserébe valahol Magyarországnak ugyanolyan értékű és nagyságú területet kellene felajánlani Csehszlovákiának. Hát ebből ugye nem lett semmi, viszont azért lehet látni, hogy a békekonferencián is voltak emberséges, megértő és tulajdonképpen magyar érdeket preferáló diplomaták. A főbizottságban, a békekonferencia Magyar Terület és Politikai Bizottságában ennél jóval nagyobb viták dúltak.
Itt ugyanis szintén szeptember elején Beryl Smith amerikai tábornok megismételte, hogy számára elfogadhatatlan 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítése Csehszlovákiából, és hogyha e tekintetben a csehszlovákok nem hajlandóak Magyarországgal tárgyalni, akkor a Pozsonnyal szembeni községekre sem számíthatnak. Heves szócsata bontakozott ki, ugyanis Visinszky szovjet marssal viszont a csehszlovák érdeket támogatta. Ő a kitelepítési tervet korrektnek és minden embertelenségtől mentesnek nevezte, álságos hasonlattal élt. Azt mondta, hogy olyan magatartása magyaroké, mintha egy sok gyermekes anya a szomszédba tuszkolná a gyermekeit, nem akarná nevelni őket arra hivatkozva, hogy nehézséget és tehertételt jelentenek számára. A vitában végül is az angol delegátus fellépése, Lord Samuel Hood felszólalása döntött. Hood szintén kifejtette azt a nézetét, hogy nem pártolja a 200 ezer magyar egyoldalú áttelepítését Csehszlovákiából, még Csehszlovákia iránti rokonszenve ellenére sem. Hogy az angol fellépésnek mi lehetett a háttere, erre csak találgatások vannak. Az viszont bizonyos, hogy Kertész István, a magyar delegáció, békedelegáció főtitkára pár nappal korábban tudott találkozni az angol delegátussal, természetesen informálisan. Ezen a találkozón Hood érdeklődött, hogy mit fog csinálni a magyar békedelegáció, hogyha megszavazná a békekonferencia 200 ezer magyar egyoldalú áttelepítését Csehszlovákiából. Kertész erre azt válaszolta, hogy ő azonnal összecsomagolna és hazautazna, ugyanis innentől kezdve semmi értelmét nem látná a magyar delegáció, békedelegáció jelenlétének Párizsba, és a magyar kormány, koalíciós kormány, ami egyedül képviseli a nyugati demokrácia elveit a térségben, valószínűleg összeomlana. Hát ez az a beszélgetés volt, ami valószínűleg meggyőzte Lord Samuel Hoodot arról, hogy a magyar érdek mellé álljon. És így végül is október elején a csehszlovák delegátus visszavonta a 200 ezer magyar egyoldalú áttelepítésére irányuló indítványát, aminek következtében szintén október elején a békekonferencia magyar területi főbizottsága megszavazta Dunacsúny, Horvátjárfaló és Oroszvár Csehszlovákiához csatolását. Mérleg meghúzása előtt még egy rövid intermezzóról szólnunk kell, hiszen megkísérelte a magyar kormány, hogy ezt töröljék a magyar békeszerződésnek a végleges szövegéből. 1946. novemberében és decemberében már New Yorkban ülésezett a külügyminiszterek tanácsa, azzal a céllal, hogy a békeszerződés szövegét véglegesítsék. Magyar kormány egy memorandumot nyújtott be, amiben kérte a három község elcsatolásának a törlését, méghozzá arra hivatkozva, hogy 1946. novemberében Csehszlovákia felújította az ottani magyar lakosság cseh-morva területekre történő deportálását. Ez már jól jelzi, és tulajdonképpen itt is térünk rá a konklúzióra, hogy Csehszlovákia mennyire csalódott volt a párizsi békeszerződésben, a békekonferenciának a döntésében. Ha mérleget szeretnénk vonni, nyilván Magyarország részéről egyértelmű, hogy a terület tovább csökkent három községgel, ugye újabb országcsonkítást hajtott végre a II. Világháborút lezáró békeszerződés is. Mindazonáltal ki kell emelnünk, hogy akár pozitívumaként is értékelhető a békekonferenciának, hogy 200 ezer csehszlovákiai magyar egyoldalú áttelepítését sikerült megakadályozni, így mégiscsak ez maradt a felvidéki magyarság megmaradásának a záloga. Másrészt azt is figyelembe kell vennünk, hogy azért a pozsonyi ittfőt mégiscsak sikerült megfelezni, tehát Rajka és Bezenye, ugye az amerikai, majd angol diplomácia nyomán Magyarország része maradhatott. Ezt a frusztráltságot csehszlovák részről nagyon jól kifejezi Martin Hanó újságírónak egy cikke. Nek egy részletét én idéztem is, Hanó 1946. novemberében a következőket írta.
Csehszlovákiát Jugoszláviával összekötő korridorról voltak híreink, Vácról és Miskolcról suttogtunk, Közép-Szlovákiának Kassával való összeköttetésének délfelől. Aztán visszavonulás fújtak, maradt a München előtti határ, a harmadik fázis pedig már a védekezés volt, előkészületek a magyar étvágy harapásának a kivédésére. Ha mindenhez hozzátesszük, hogy 1945. júniusában már létrejött az az államközi szerződés a Szovjetunió és Csehszlovákia között, amely a két világháború között Csehszlovákiához tartozó Kárpátalját Szovjetunióhoz ítélte, a Szovjetuniónak adta, akkor elmondhatjuk, hogy alapvetően Csehszlovákia is jelentősebb területveszteséggel fejezte be a második világháborút, mint amennyi területet sikerült megszereznie. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!